A tavaly elbukott hetedik alkotmánymódosítás napirendre vételével kezdi meg a parlamenti munkát az új Fidesz frakció. A migráció ellenes alaptörvénymódosítás szerint a nemzetközi szerződések és megállapodások ellenére se lehetne Magyarországra menekülteket telepíteni. A bizottságok élén maradnak a régi arcok, így például Kósa Lajos vezeti a honvédelmi, Bánki Erik pedig a gazdasági bizottságot. Megalakult az újabb kétharmados Fidesz frakció. Egy távozó és egy megválasztott frakcióvezető számolt be az alakulőülésen elhangzottakról. Én az előbbi volnék, és Kocsis Máté pedig az utóbbi. Kocsis Mátét, a 8. kerület volt polgármesterét egyhangulag szavazták meg képviselőtársai. Helyettesei lesznek többek között Selmeci Gabriella, Halász János, Kubatov Gábor és Bánki Erik. A frakcióülésen más személyi kérdésekről is döntöttek. Az országgyűlés alelnökének, törvényalkotásért felelős alelnökének a Fidesz frakciója Hende Csaba eddigi alelnök urat jelöli. Az országgyűlés alelnöki tisztségére pedig Lezsák Sándort és Jakab Istvánt. Az újonnan megalakuló országgyűlésben 5 bizottság vezetését ellenzéki elnök irányítja majd, 10 bizottságot pedig a Fidesz-KDNP elnököl. A törvényalkotási bizottságot továbbra is Hende Csaba vezeti, a külügyit Németh Zsolt, a gazdasági bizottságot Bánki Erik, az igazságügyit a KDNP-s Vejke Imre, a honvédelmi és rendészeti bizottságot Kósa Lajos, még a kulturális bizottságot Pósán László, a mezőgazdaságit pedig Font Sándor. A Fidesz frakció első lépéseként újabb alaptörvénymódosítást javasolt. A Fidesz frakció a mai ülésén kérte a stopsoros törvénycsomagnak a tárgyalásának a folytatását, illetve javasoljuk, hogy a migráció ellenes alkotmánymódosítás újból benyújtásra kerüljön az országgyűlés elé. Ez az alkotmánymódosítás, amely 2016-ban a Jobbik köpenyek forgató politikája miatt nem került elfogadásra az országgyűlésben. Az alakuló ülés előtt az ATV.hu-nak nyilatkozott a miniszterelnök is. Orbán Viktor elmondta, készen állnak arra, hogy megtárgyalják az Európai Bizottság friss döntését, amely a jogállamisághoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Fel sem merült a tegnapi néppárti csúcstalálkozón a Fidesz kizárása, reagált a miniszterelnök. Az ellenkezője, hogyan tud a Fidesz részt venni az európai parlamenti választási kampányban úgy, hogy a néppárt győzni tudjon. Felajánlottam a segítségünket. Magyarországnak senki semmilyen ügyben nem szabhat előfeltételt. Ezt már arra a kérdésre válaszolta Orbán Viktor, hogy a CEU működése előfeltétele annak, hogy problémamentes legyen a kormány együttműködése az Európai Néppárttal.